Horváth Tibor karateedző Japánban vizsgázott az 5. dan mesterfokozat megszerzéséért. A karatéval a 80-as évek elején ismerkedett meg. Az elmúlt évtizedekben Kapuváron, Beleden és Csónán oktatta a távol-keleti harcművészetet. Az 5. dan megszerzéséért Japánba kellett kiutazni, ahol a Kyokushin karate vezetői köztük a 8 danos Kurko Kámán előtt adott számot tudásáról és felkészültségéről. Horváth Tibor az első karate mestere rába közben, aki az 5. dant is megszerezte. Úgy mondhatom, hogy 1981 környékén, és akkor így ismerkedtünk meg a karatéval. Igazából én úgy voltam, mint sok fiatal, hogy ezzel is, azzal is, ami előjött. Megismerkedtem egy kicsit a kungfuval, egy kicsit a csárgáncsal, és igazából így lám a karatéval meg mélyebben. Így történt az, hogy igazából meg úgy beleragadtunk, és ott elmúlt hosszú évek alatt pedig eljutottunk egy bizonyos szintre. De ahogy mondtam, elején minden eleme megpróbálkozott. Ugye az elmúlt évtizedekben Horváth Tibor neve megjelent Kapuváron, Csornán, Beledben, mindenhol, igen. Például Beleden iskolát alapított, tehát karatésokat nevelt, de ez elmondható Csornára és Kapuvárra is. Hát melyik városban, mikor indult ez az edzői pályafutás? Alapvetően ugye a Kapuvári Sportegyesület, mint olyan, az alakulása az nagyjából 1984-83 környékén, 83, és innentől alakult ki az összes többi igazából. A Beledi klub egy kicsit később, tehát az a 98-as évet mondanám, 96-os évet. A lényegében a csornai klubot pedig úgy került a kezem alá, hogy a kalányos mester igazából külföldre távozott, és így megegyeztünk abból, hogy valamilyen szinten tovább viszem ezt a csapatot. Így került igazából ez a három kis városka a kezem alá. Így dolgoztunk mi a hosszú éveken keresztül. Igazából így kezdődött, hogy a karatéban így az ember elmélyedt, és igazából ebbe egy hosszabb utat járt be. A danvizsgák hogyan néztek ki? Ugye most jelenleg az 5. danra sikerült Japánban levizsgázni. Hát ha visszanézünk a múltba, első, második, harmadik, negyedik, illetve hát most az 5. danra, mikor sikerült? Rég volt már egy kicsit, rég volt. Hát 1991 környékén sikerült igazán az első dalt megcsinálnunk. Kicsit régen volt talán. A 90-es évet is úgy néztük, hogy megpróbáljuk egy picit a történetet, belenéztünk ebbe a dologba. Akkor még voltak olyan időszakok, hogy januári vizsga. Ez Szolnokon történt, de ennek aztán előbb-utóbb úgy véget vetettek. Sokszor volt ott sikertelen vizsgák miatt. Így aztán 91, és akkor igazából kifutott egy pár év, mert a vizsgáknak van egyfajta kivárási ideje. Az kivárási idő ugye az első dannál egy-két év, aztán a harmadik dannál megint egy pár évvel több, a negyedik dannál megint. Tehát minden egyes danfokozatnál így egy kicsit több. Tehát az 5. dannál ez 6 év a kivárási idő, és akkor így egy kicsit úgymond elfutnak az évek. Hozzá kell tenni, hogy volt, amikor 10 évig is az ember nem gondolt vizsgára, mert nem ez volt igazából a cél. Tehát én úgy gondoltam, hogy nem azért karatézunk, vagy nem azért dolgozunk, hogy itt az ő fokozatokban úgymond olyan szintre elérjünk, hanem tettük a magunk dolgát valamilyen módon. Nem is volt talán ez nekünk célunk. De nem csak én, hanem nagyon sok társam volt így, akiknél elment sokszor 10 év, és igazából a vizsga talán nem is került szóba. Aztán az ember egy kicsit korosodott talán, rájött arra, hogy hoppá, hát itt valamilyen szinten látom már, hogy egy-kettel lefutották a maguk köreit, és valamilyen szinten az ember úgy gondolta, hogy meg kell ezeket a dolgokat lépni, mert később mindig nehezebb. Így jött a dolog, hogy azért valamilyen módon megpróbáljuk utolérni magunkat, ha lehet így mondani. Az 5. dalra való vizsga az Japánban történt. Ez mikor és milyen vizsgát kell teljesíteni 5 dalra? Annyit el szeretném mondani, hogy mivel igazából egy évvel ezelőtt is szerettem volna ezt megcsinálni, ezt a vizsgát, hiszen az időm nagyjából közel ott volt. Ám úgy volt, hogy egy hónap hiányzott, és erre a Japán nagyon odafigyeltek, azt mondták, hogy nem, az idő az azért van, mert azt ki kell várni, nincs kevesebb, csak plusz. Így aztán a tavalyi év novemberében sikerült ezt megoldani. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a tavalyi évben igazából Japánban a világbajnokság mint olyan, egy nagyon komoly élményt jelentett számunkra, és összehoztuk ezt a japán vizsgával együtt, úgyhogy egy komoly utat terveztünk, ami azt jelenti, hogy 3 hétig voltunk kint Japánban. Megnéztük a világbajnokságot, hiszen ez egy komoly élmény minden karatés számára, az ottani csúcs dolgokat megnézte, maga a japán város, a kultúra, és igazából egy hetet elvette az ottani életünkből. Melyik mert városban? Tokió, Kyoto, tehát ezek a városok voltak azok, amiket úgymond megnéztük, hiszen egy kicsit segítséget is kértünk ebbe, hogy ne úgy menjünk oda, mint aki belecsöppent valamiben, hanem az egy ott élő magyar diáklányoknak a segítségét mind
mint vezető emberkék ott mondták, hogy ezt és ezt érdemes megnézni, és ezt még beleférhet. Tehát egy hét igazából úgynevezett ismerkedtünk japán kultúrájával, ami mi úgy gondolom, hogy egy életre szóló dolog, mert más ugye olvasni róla, más nézni filmeket, annó esetleg bármilyen küzdősportos filmet, hiszen ez egy olyan lüktető ország, olyan lüktető város, ahol azt mondom, hogy akkor először elkezdtem nézni, hogy Tokió, hú, tizenvalahány millió, aztán kiderült, hogy kétszer-háromszor annyi, csak néztem, hogy egy óráig mentünk busszal, és mindig Tokióban vagyunk, tehát egy komoly városrészek vannak. Nagyon szép helyeket megnéztünk, tehát olyan komoly 40-50 emeletes házakban voltunk, ahol aztán igazán a város meg lehetett úgymond kukucskálni, kicsit belenéztünk a felső rétegből is, és el kell mondjam, hogy hasonlított talán még New York-ra, és ott is voltak egy kis zöld sziget, tehát nagyon jó meg voltak csinálva. Nagyon odafigyelnek egyébként a tisztaságra, tehát az a japán élmény azért is volt egy kicsit olyan furcsa, mert belecsöppentünk egy olyanba, ahol éppen nincs szemetelés. Tehát érdekes, hogy nincs kuka. Tehát a fővárosban az embernek zsebre kell rakni a kis rágumi szemetet, vagy bármilyen kis műzét, zsebre akkor is otthon a szálláson elteszed a kis zacskót a kukába, mert az utcán nem találsz. És ez igazából Kyotóra is érvényes volt. Talán egy kicsit azt mondom neki, hogy lementünk kicsit a szigetre. Az Okinawai sziget, mint a küzdősportok szülőhazája. Volt egy másik hetes túra, ahol ott már egy kicsit lazábban vették ezt, mert ott már láttuk kukát is, tehát egy-két szemetet, de alapvetően a tisztaságra roppant odafigyel a keleti nép. Más a kultúrájuk. Arányos egy kis emberkik a maguk módján, de tehát ugye a halászat, egyéb zöldség, tehát érdekes az evészetük. Az a kultúra, amit ott én megláttam, először meg voltam hökkenve, hogy hát ugye minden pálcikával, és ugye gyakoroltunk, de nem mindig sikerült. Tehát voltak olyan élményeink, nem akarom ezt igazából így húzni az időt, amiben bizony a pálcika, mert a számba került volna, elejtette az ételt, úgyhogy volt azért mit gyakorolni. Tehát érdekes volt na, összességében. És a stílus alapítónak a szülői házát mondjuk, vagy az edző termét, a dozsóját sikerült megnézni, vagy felkeresni Masuyamának a sírját? Nagyon jó, amit mondtál, igazából valóban megkerestük. Elmentünk és próbáltuk meg bejutni a dojóba, a honbuba. Nem sikerült. Tehát ott voltunk 4-5-en, és igazából próbáltunk ott 2 órán keresztül, hogy van-e valamilyen módon kapcsolat. Hogy hogyan tudnám megnézni, igazából bemenni maga abba a dojóba, amit hogy körbejártunk 3-4-szer, belenéztünk, fotózgattunk, hogy mégis ott történt valamilyen módon a karaténak a szülő atyának az élete, hogy belelássunk, és nem sikerült. Nem sikerült. A közelben találtunk egy dojót, amiben működött keményen a dolog, de az egy más szervezet. Más szervezetnek volt a edzőterme, így igazából mondhatnánk egy kicsit, hogy koppantunk, de valamilyen mégis módon mégiscsak láttuk. Oda néztünk, benéztünk, körülnéztünk, de maga ottani emberekkel nem találkoztunk. Tehát annyit kell tudni, hogy az alapító szószáj igazából most már régóta elhagyott bennünket, így utána az volt a dolgunk, hogy elmenjünk, megkeressük a temetőt, hogy hol van az ő nyughelye. Hát az is egy órás séta volt igazából onnan, de megtaláltuk, csináltunk egy pár fotót, hogy mégis az ott, és egy pár percig ott tiszteltünket adtuk az apró kis ajándékokkal, hogy megemlékezzünk azért mégis az ő emlékéről, hiszen ő az egy komoly kamer. Karate mester volt azért szószáj, ő ennek a stílusnak az alapítója. Mit kellett teljesíteni a vizsgán? 5. dalra, hát alapvetően most már évek óta nagyjából 10-es fájtok vannak. Ezek a 10-es küzdelmek ugye adott helyzetben nagyon kemények tudnak lenni. Annyit kell tudni, hogy egy kicsit másképp dolgozom, mint itthon. Tehát a 10 fájt az kemények veszik. A kihor részét pedig alapvetően, ugye, hogy talán nem is mondtam, hogy nem a fővárosban, hanem a Fuji lábánál van egy komoly edzőtábor. Ebben az edzőtáborban volt maga szerezve egy úgynevezett emlékedzés. Mi ez a kihor rész? Kihon? Az alaptechnikák. Tehát amikor egyfajta bázis gyakorlatokat, amit úgymond nem mozgásból csinálsz, a védések, ütések, ezeknek a úgynevezett szakszerű kivitelezése helyben, aztán ugye vannak mozgások, a rugások, és ugye amikor már mozgásokkal kombinálod a dolgokat, hogyan vannak a váltások, különböző technikák, rugások, védések, ütések és egyéb technikának a kombinációját, ezeket a dolgokat is kérik a vizsgán, és mindemellett ugye alapvetően ott van még a káta is. Amit formagyakorlat, hogy így mondjam. Érthetően ezeknek a formagyakorlatoknak ugye van egy szintje. Ahogy mondtuk, az első, de a második, harmadik, negyed, mindig egy kicsikét komolyabb elvárások vannak. Ezeknek igazából a 4 óra alatt
el kell, hogy fusson. Egy vizsga azért nem két percig tartott, 4 óráig ott kell dolgozni, és valamilyen szinten be kell mutatni, hogy mi az a tapasztalat, ami igazából ott mögötted van, és ez ott a vizsgabizottság értékeli. Kik voltak a vizsgabizottság tagjai? Érdekes éppen, ugye, ahogy beszéltem róla, többnyire japánok persze, ugye ezt nézik, kézben tartják, de azért el kell mondani, hogy van két európai ember. A Brian Fitkin mester, aki most már egy éve 8. danos, és azért meg kell mellett említeni a Furkó Sihánt is, aki lassan ő is majd egy éve, hogy már 8. danos mester. Ez egy nagyon komoly elismerés egyébként. 8. dan azért az egy, hogy is mondjam, kiemelkedő fokozat a karatéban, főleg a mi szervezetünkben, illetve a mi stílusunkban. Annyit kell tudni, hogy ők ketten benn vannak ebbe a világszervezeti vizsgabizottságban. Úgyhogy ez egy komoly eredmény, úgy gondolom. Mellette ugye a Midori Sián, aki vezeti a világszervezetet, ők, akik instruktorok és igazából elvárásokat támasztanak a vizsgázók felé, és ugye ők komolyan jegyzetelnek, hogy kinek mi a hibája, és ezt a végére esetleg el is mondják, illetve eldöntik, hogy ki, akinek sikerült, és ki, akinek nem. Mindahogy itt is volt, akinek sajnos nem sikerült. Így 5-en voltunk a mi branchünkből, és sajnos egy embernek nem sikerült a vizsgája, de remélem, hogy a szenszőnek ez az erőt. Bízom benne, hogy nem keserik el, bár ilyenkor az ember ugye úgy szokott mondani, hogy kicsit padló alá kerül, elkeserítő. És jelenleg Magyarországon hány 5-danos mester van? Hát most már azért vagyunk páran, mert azért mi is 4-en azért ott letettük ezt a fokozatot. Hát én úgy gondolom, hogy olyan 20-20 körül mozog ennek a létszáma. De hát ugye van, akinek már 10 éve, nagyjából 10 év, 5 danos. Én úgy vettem ki most a japánoknál, itt a beszélgetések során, ugye volt különböző szeminárium, ahogy mondtam neked. Valószínű, hogy a következő években a 6. dant is el lehet érni, mint vizsga lehetőségként, de ez majd a jövő zenéje. Erre még fix dolgok nincsenek, csak így rebezgetik a dolgokat. Itt a megyében van társ, aki 5 danos? Így van. Hány 5 danos a megyében? Van Győrben, igazából a Sihán, és Sopron pedig 2 fő van így, a Polacsek mester és a másik mester, ami a lényege, hogy ő nekik, mikor legutolján voltam Litvániában 4. danos vizsgán, ők akkor vizsgáltak 5. danra. És igazából ez a világszervezet, ugye ott egy világkupa volt, tehát ugye csak világbajnokság, illetve világkupán mennek a világszervezet úgymond vizsgáztatói csapata, és ők ott vizsgáztattak bennünket, és akkor ott szerezték meg a 5. dant. Ez már egy komoly eredmény azért, hogy ennyien vagyunk, és most az, hogy igazából 6. dalra is lesz lehetőség, úgy gondolom, a mesterek megpróbálkoznak vele. Még egy dolgot gyorsan elmondanák igazából, hogy ez a dam bizottság adott azért egy-két 6. dant, úgymond jutalmazásképpen, és gyorsan meg kell mondanom, hogy itt a horvátok közül közel jó barátság vagyunk a horvát mesterekkel, egy 6. dant azért kiosztottak oda is. Úgyhogy azért néha-néha úgy azért jó hiszeműképpen mindenki azért kap egy kis elismerést, és ez nagyon szép dolog. Megpróbálkozol vele majd valamit? Igazából úgy gondolom, hogy a mi időnk nagyjából lejárt, ez mindig azt mondani, hogy az egészség hogyan alakul. Az ember már nem egy fiatal tinédzser, és úgy gondolom, hogy erre megbecsülettel fel kell készülni. És az embernek, hogyha úgy van, látja, hogy milyen utat tett meg, hogyan dolgozik, azért maradjunk abból, hogy ezek két nagy kérdőjelek. Ugye nem lehet, te úgy gondolom, hogy ha komolyan veszed, akkor nem lehet úgy oda menni, hogy nem készülsz fel, és a felkészülés viszont komoly munkával, és nem biztos, hogy ezt tudjuk teljesíteni. És akkor azt lehet mondani, hogy az elmúlt évtizedeknek a csúcsa most ez? Hát akár, hogy most sikerült megszerezni az 5 dant? Igazából valóban, ugye ez biztos, hogy úgy gondolom, hogy rengeteg dolog van a karatéban, hiszen egy komoly versenyzetési tapasztalata van az embereknek, hiszen bíróként is sokat dolgozom, de valamilyen szinten úgy gondolom, hogy az embernek nem csak az a fontos, hogy úgymond bíráskodjon, edző legyen, hanem saját magával szemben is kell egyfajta elvárás, és melyeket dolgokat meg kell lépni, az is, hogy a fiataloknak utat mutasson, meg igazából saját magadnak is kell, nem csak oktató vagy, nem csak oktatónak születni, hanem mi karatéstök szerettem volna mindig is látszani, és ezért gondoltam, hogy ezt a dolgot el kell érni. És ugye a mindennapokban, vagy akár amikor nincs edzés, nincs munka, akkor a karatébe el lehet mélyülni, ahogyan valamikor ezt megtette Mász Oyama is, hogy elmente hegybe, és akkor ott egy kicsit elmélyült, meditált, edzett, kicsit kikapcsolta a világot. Ezt egy 5 danos mesternek meg lehet most tenni? Az igazság, hogy kicsit más világban élünk, de egy nagyon jó, amiből tájékozott vagy igazán a dolgokból, úgyhogy le a kalap előtted.
A meditáció, az átgondolkodás kicsit másképp történik. Én úgy gondolom, hogy meg szoktam nézni a videókat. A neten annyiféle olyan videó, olyan felvételek vannak, ami úgy gondolom, hogy egy bizonyos szint után sok minden másban is el kell nézni. Hiszen a mi karate stílusunk egy harcvizeti ágazat, aminek annyiféle más dolga van. Mondok egy pár mondatot erről, hogy egy kicsit ugye lássad. Tizenvalányi, vagy valamikor a Kyokushin karate volt a csúcs a küzdő harcvizetekben, amiket nagyjából a világ látott. Akkor ebből eljött a K1-nek nevezett sport, amiben ugyanúgy ringben történt, karate ruhában, esetleg kesztyűvel dolgoztak, amiben megint elment egyfajta dolog, és azt mondtuk, hogy ez a sláger. Ma már, sőt most már évek óta azt gondolom, hogy ez a ketrec harc irányra ment el, és az embernek látni kell, hogy a küzdősportok a maga úgynevezett brutálissága mellett mi az, ami technikailag úgymond szép. Mert az ember szereti a küzdelmet, hiszen valamilyen módon tetszik, hiszen ezért dolgozik, és mellette meglátja benne azokat a dolgokat, amik, hogy mondjam, a komplett küzdelemhez kellenek. Hiszen úgymond valamikor ez egységes volt. Pár ezer évvel ezelőtt, mikor még harcolt, akkor nem volt külön csak kéz, csak láb, csak dobás, csak folytás, hanem akkor alapvetően egyben volt minden, azt mondták, ez egy harcos. És maga módján dolgozott, ezek már szétváltak. Akár komoly szintre is, tehát itt a jiu-jitsu, a kung fu, akár a mi stílusunk a maga módján, vagy éppen eredetileg a Shotokan karate, de beletették bármilyen más önvédelmi dolgot is. Ma már modernizálódott a dolgok, és ugye, ahogy látszik is, a ketrechharc egy rendkívül, én úgy gondolom, hogy egy komoly sport szintet kell, hogy elérjen, de hát ez a sláger most manapság. És a fiatal karatékáknak egy ördönös mester mit tud elmondani, amikor eljönnek edzésre, és segítsen abban nekik, hogy küzdjenek, harcoljanak, kerüljenek edzésekre? Nagyon jó, amit mondtál. Én úgy gondolom, hogy a mai világban is itt nálunk is annyira szertágazó a fiataloknak a lehetősége. Hiszen valaki elmehet csakkozni, táncolni, focizni. Annyi minden dolog van. Azért ez 10-20 év előtt még egy kevesebb volt, ma már rengeteg van. Elmehet vívni. Én úgy gondolom, hogy azért nagyon jók a küzdősportok, és ebben a karatéban is, legalábbis én, amit próbálok meg a gyerekektől elvárni, az a belső értékeknek a növelése is. Ne csak sportolni tanuljon meg, hanem abban a sport mellett tanuljon meg egy saját magával rendbe rakni magát. Talán egy kis olyan belső értéket adni, ami talán nem minden sport van meg. Hiszen a sport, mint olyan, ez egy kulturális szó, hogy sport, de a harcművészetben már egy kicsit azt mondjuk, hogy van valami. A búdó karatéban megint van valami. És én még egy kicsit látom, egy kicsit vén öreg fejjel gondolom, szeretném, hogyha a gyereknek ezt a fajta búdó dologból egy picit tudnánk átadni. Nagyon nehéz. A mai világban a gyerekek olyanok, hogy megpróbálom... Ez egymás iránt tisztelet, tehát nehéz, nagyon jól mondod, hogy tisztelet, becsület, ugye ez egy kicsit olyan, mintha úgy távol állna. Pörög a világ, pörög, mi meg azért úgy megmaradtunk magunknak, tehát nagyon nehéz változtatni. Vannak nagyon mesterek, nagyon jól tudja ezeket koordinálni, talán fiatalabb, még más az életvitele. Nekünk ez egy kicsit nehezebb. Nehezebb, de úgy gondolom, hogy kell, hogy valamilyen szinten ebből is legyen egy érték. És úgy gondolom, hogy ez adja az igazi értéket, mert ez soha nem kopik el, ez mindig benne marad. Köszönöm, és gratulálunk a sikeres vizsgához. Köszönöm szépen. Köszönöm. Osz.